It's Naomi, John and Jay Sam. Walk out the door at 2 a.m. Q face, new lace. Better watch a man. Don't buck at me, keep him on a leash. Better come soon when you play your hand. MBA self spades, yeah, you lost again. Get out my way, boy, you should know your face. The club at 6 a.m. on a phone. I'm on. That's an anagram. They know my name. Put the boys to shame. Mister, Mister, know it all. Got you. Zsácok, jó reggelt mindenkinek, hello, hello, üdv a leégett arcom üdvözöl titeket, a fullba leégett, nagyon barna, nagyon nyaralósba, nézzétek milyen barna vagyok, nagyon durva, fullba le vagyok égve, szóval az arcom meccsel a vállammal, csak mondom. Tegyél már egy narancsárga félte! Sőt, csirked Jaj, nagyon jók vagytok! Nagyon jók vagytok, full barna, meg leéget, leégett, meg vörös vagyok egyébként, szerintem az arcom is, az arcom is, mint hogyha le lenne égve. Egyébként ez, ez az 50 faktoros naptej után. Csak mondom, hogy, hogy ez 50-faktoros naptelj után vagyok ilyen vörös. <laughs> Úgyhogy ö, a karom az barna. Szóval, a karom az barna. Jó, lehet, hogy egy-két helyen itt is leégtem még. Meg itt ekkora részben hámlik a bőröm. Nem látszódik, de itt ekkora részben hámlik a bőröm. A combomon is hámlik a bőröm. Itt egészen normális színe van, de hogy itt. Nem húzódik? Micsoda? A karomon? Nem. A karom tök jó. <laughs> A karom nagyon jó. Az, az arcom az, az nagyon szép érett paradicsom színű. Úgyhogy. Na, megérkeztek a feliratkozások. Magához tért ez a szar is. Nagyon szépen köszönöm, Pózmi, a 21. hónapot. A kördráma is pikkel és egy ideles jól Blackjack. Ez az. Minátor és Kenji, köszönöm szépen neked is a, a harmadik és a hónap feliratkozást. Na, illatkozni szépen, szépen a kilencet! Uh, Elnyújtottam, és egészen az egyenítőig mentél. Nem. Egy hét olasz, te fehér, mint a hó. Hát uh, igen, nekem 500 ezer faktoros kéne egyébként. Szóval semmi sem elég. -hegy Karod hegy felirat. Korod jó és a könyököd. A el is érzékenyültem hát, Látszik, hogy hány helyen szoktam az asztalnak támasztani a karomat. Nagyon szépen köszönöm srácok a megosztásokat. És, ja, kicsit, mintha lennék égve Egy icipicit Most na, lépjünk túl rajta Nem tudtok túllépni a dolgon? Hihetetlen, hihetetlen A Sajnos így gondolkodtam rajta, Szécek hogy van-e olyanom, hogy pán nélküli melltartó? <laughs> Lana Del Rey! Köszönöm szépen a Prime-os feliratkozást! Üdvünt az első hónapodra! Köszi, köszi! Men de mondd el, azt mondták! Nem tudom, hol hallottál ilyet, Kenji? Hol hallottál ilyet? Tudok valamiről? Nem, nem a héten lesz? Nem a héten lesz? Nem tudtam. <laughs> jó, jó, oké. Jó, oké. Mondom, nem, hogy már jobban tudjátok, mint én. Na. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a feliratkozásokat. Itt a megosztásokat, meg az első hónapot. Azért, azért az már durva, amikor jobban tudják, hogy, hogy mi lesz, mint én. Mondom, ó, oh, Igen, te nézted be valószínűleg. Ezt a körömet le kéne vágnom gyorsan. Na, majd stream után, ha nem felejtem el. Káj, köszi szépen a csírt! Köszi, köszi. Szóval, tök vörös vagyok. Tök vörös vagyok. Úgy látszik, hogy az alertek ma kicsit szünetelnek. De ezzel nem is tudom, mit kezdeni. Majd veszek valamit rá, amivel kenegethetem. De majd elmúlik. Szóval, épp azt kezdtem el mondani, hogy igen. Nagyon reménykedtem benne hogy van olyasmi, hogy pánt nélküli melltartó nincs. Úgyhogy jelenleg a pántok az, az nem egy hordható melltartó pánt nem egy hordható kivitelezésű ruhadarab számomra. Maradjunk -e ennyiben, hogy fáj. Fáj. <laughs> De itt van egy csík, a fürdőruhámnak az izé egy csíkja, ami nem vagyok leégve. Ez nagyon szép. Egyébként ezt nem is tudom, két óra alatt hoztam össze ezt a leégést, úgyhogy be volt kenve. Szerintetek? A Szabira mentek? Meg Szabi. Szabi után mentek Szabira, szerintem. Nem elfix, arra gondolsz. De az, a karom belseje az olyan fehér, mint a hó. Külsője barna, belseje fehér. <laughs> barna, a fehér, barna, a fehér, barna, a fehér, barna, a fehér. <laughs> Még jó, hogy Danna a fekete pólót vizes fehér póló helyett Aha, igen. Igen, gondolom. Hú, jogos, Iget a házam. Áhó! Ú, ez így reggelre erősen fájt. Na, ja, zászlóra égzi. <laughs> Na mindegy, úgyhogy dolgok történtek. Leégtem pár helyen. Ja, azt hiszem, így jártam. FX nevé. Tudtam, tudtam. Eee, ti nem tudtok adni vipet? Minden nekem kell csinálni. Így. Mi? Oké, okay, most jó. Legesen kívül amúgy jól érezted magad? Ó, igen. Tökre. Tökre jól éreztem magam. faszba fasza volt. <laughs> Inkább így ég le mint hát leégetni, amúgy is leégetem magam napi szinten szerintem. Szóval nem, nem muszáj így leégnem. Vegyezz nekem minden, hogy kézzétek el, hazajövök. Na jó. Azt a stresszt, ami a hazaérkezéssel jött. Elmesélem. Hazaérek. Úgy volt, hogy felrakják tegnap a fürdőszoba tükrömet a fürdőszobába. Hazaérek, az előszobában van a fürdőszobatükröm. Felrakva a falra, felfúrva. Nagyon kiakadtam, nagyon utálom, nem is tudok ránézni, nem tudom, mi a faszt kerest, és most így rákényszerítettek, hogy megvegyem a kurva előszobatükröme. Mert hogy, ja, mondom. Tehát fürdőszobatükör 50 ezerszer elmondtam, hogy ez egy fürdőszobatükör, amit a fürdőszobába légy szíves, fel. A fürdőszobába. Ja, bocsi, az én hibám, azt hittem az előszobába. Ez anyám. Mondom, csak 50 ezer mond... Jaj, majd, hogyha megveszed az előszobatükröt, akkor átrakjuk a fürdőszobába. Úgyhogy most rákényszerítettek, hogy vegyek egy csomó pénzért megint egy kurva tükröt, amit nem akartam még megvenni. Nagyon felcsesztem magam, rá se tudok nézni arra a szarra. Rá se tudok nézni arra a szarra, sokkal jobb, hogy nem volt tükröm. Ráadásul... Nem, nem, képtelen vagyok erre. Még elmesélni is képtelen vagyok, annyira cseszi az ocd mert az a tükör. Attól még nem kell megvenni az előszoba tükröt, hogy átrakják a fürdőbe. Hát ez az, nem értem, hogy, hogy hol van a logika benne. Igen, és mindig előtte megyek el, úgyhogy ez inkább így, 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 ez a felejtős kategória, hogy én ezzel nem tudom mit kezdeni, én élni sem tudok ezzel, úgyhogy valószínűleg stream után csak fogom és lerakom a földre azt a tükröt, onnan leemelem, vagy nem tudom, leszerelem, mert felcsesz, felcsesz, kurvára felcsesz, nem, nem, én képtelen vagyok arra, a nem, nem. <laughs> Bárki, akinek egy kicsit jó érzése van tudja, hogy ez a tükör elviselhetetlen. Ráadásul srácok, azért vettem egy 120 centis tükröt, hogy a mosdókajdó fölött tök jó ilyen két méterig fölér a tükör úgy lesz. Aha, és tudjátok meddig, hogy rakták fel a tükröt? Hogy ilyen 170 cm ér fel. Miért? Ki a faszom rak olyan alacsonyra egy kurva tükröt? Semmi baj. Semmi baj. Jó reggelt! Boldog hétfőt mindenkinek! Oh. De az köszi szépen, a csit, ideális tükörre, igen. Vagy nyugtatóra. <laughs> ez csak egy tükör. Sajnálom, én ocd is vagyok, és, és, zavar, és, és bántja a jó érzetemet, elrontja a csít, elrontja a feng áramlását a lakásban. Egyszerűen csak felcsesz, így nem lehet tükröt felrakni rossz helyen van a tükör. Igen, ez, ez, ez életem legnagyobb problémája, hogy a kurva fürdőszoba tükröt hogy lehet felrakni az előszobába? Hogy? Miért? Szörnyű. Majdnem mondta, ki a faszom rak ilyen maga, ilyen alacsonyra egy tükröt inkább. Jaj, szia Zsori, szia Antevix, üdv mindenkinek, srácok, kirédzseltem magam a tükrön, nem is akartam rá a dologra, egészen boldog voltam, amíg eszembe nem jutott. Eltörték a mosdókagylót. Szép. Szép. Boldog fiadalt, csak a napfény kell kerülni, mert ő nagyon lópi. Legalább vízszínben van? Valószínűleg igen, Gergő. De nem jó helyen. Mit keres a fürdőszoba tükröt az előszobában? Felrakva. Roki, okay, hogy eddig az előszobában állt, de 15 ször mondtam csak el. Felrakjátok a fürdőszoba tükröt? A fürdőszoba tükröt? Felrakjátok. Megvettem a fürdőszoba tükröt. A fürdőszoba tükröt kéne felrakni. Jó, de ne felejtsétek el a fürdőszoba tükröt, erre felrakják az előszobában. Nem, nem bírom. Nem, nem bírok vele. Nem, nem bírok nem ezzel. De hogy lehet ilyen alacsonyra rakni egy tükröt, Azi? Hogy lehet ilyen alacsonyra rakni egy tükröt? Jaj. most beállt a kamera? Csak a kamera állt be? Haló? Kamera? Kurva anyád! az előbb szobában, fű igen, igen, rohák. Ez így történt. Felrakták az előszobában a fürdőszobatükröt alacsonyra. Rolkszájt feliratkozott. Felrakták az előszobában Jó, nagyon szépen köszönöm a 68. csodálatos hónapunkat. 68. Hát mi ez? szép száme. Köszi, köszi. Jaj, ne is mond. Én szerintem le fogom szedni, mert annyira zavar, és nem akarják átrakni érted. Ma, ma felhívom, hogy én nem tudom, csináljanak magukkal valamit, holnap jöjjenek vissza, rakják át azt a fürdőszobába, mert felcsesz, érted? Felcsesz. Ha más nem, mindjárt elmegyek az IKEA-ba, megveszem a kurva előszobatükröt, hogy megcsinálják nekem. Mert én ezzel nem bírok el. Én. én képtelen vagyok rá. Képtelen vagyok így élni. <laughs> Nem tudok így élni! Ról következő hónapja 69 lesz. Nice. Igen. Durva, hogy tálnak a hónapok. Sajnálom, hogy, hogy elrédzseltem magam a tükrömre. De akkor a törés volt számomra az, hogy ez a tükör Nem. 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 Szerintem kell egy szoba tükör, lehet fürdőszobába szóval rakják fel. Hát azért azt nehezen, mert az nem fér el. És pont ki van számolva, hogy elférjen az a tükör. Úgyhogy na mindegy, nézd róluk, egy paradicsom vagyok. Az arcom is, de a vállam nagyon durvá paradicsom színű. Igen, a sorok sáriba, oda. Szerintem kell előszobatükör. Jó, hagyjuk, hagyjuk a, a tükreimet. A WC fölé nem is fér Piros lett a paradicsom, nem sárga! Róknak rácsapnék a buszára. <laughs> Nincs így busz arom, nem tudom. Nem szerintem nem rakja fel rolk a fürdőszoba De nem számít, srácok, valahogy életben maradok, majd leszedem a tükröt, lehet, hogy eltöröm közben, akkor azt hiszem így jártam, de ez így nem élet. Ez így, ez így nem élet. I just can't. Tegnap lett a húgom, képzeljétek el, 15 éves, jó, de cuki, és nem kap tőlem lófasz se. Karács karácsonyra. Hát karácsonyra sem fog kapni semmit, a szüli napjára. Nem vagyok túl kedves, te sómi. Így nem tudom, annyira nem tudtam mit kitalálni. Mégis mit adjak a testvéremnek? Már annyi mindent kap tőlem. Meg egy csomó minden kap tőlem így évközben. És én mindig szoktam neki mondani, hogy tessék, ez tud be a következő szülinapra, vagy karácsonyra, vagy nem tudom. Zokni? Jaj, azt nővéremnek vettem karácsonyra. Dobi zoknit. A stream szereplés a szülinapi ajándék. Új, én arra gondoltam, hogy elviszem mászni, elviszem falat mászni, és akkor az lesz a szülinapi ajándéka, hogy, hogy elvittem mászni. Az amúgy szerintem nem rossz, amúgy is szerette volna már kipróbálni, úgyhogy, ja. Úgy jó. Mondjuk én is nagyon régen voltam most már, szerintem egy jó két-három, hát két hete. Já, lassan két hete, hogy nem voltam mászni, mert beteg is voltam, aztán gyógyulgattam, aztán nyaraltam, aztán túl meleg van hozzá úgy, mert senki nem hozzá Nem tudom, lehet, hogy nem nyári sport. <laughs> De nyomni kell. Nem a Jézusom, mi az, hogy mászóka? Áh! Régóta keresek valami helyet, ami jó és biztonságos. Én vagyok tényleg, mászni szerettek. Hát nézni kell ilyen boulder termeket egyébként. Egy csomó van Budapesten, és mindegyik ugyanannyira biztonságos. <laughs> Annyira biztonságos, amennyire vigyázol magadra lényegében, szóval. Szóval, ja, attól függ, hogy kötelesen akarsz mászni, vagy csak bulderezni akarsz. Ugye az két különböző dolog. Mert a bulder az ilyen kb. 5 méteres fal, és nincsen kötél, meg ilyene, csak szivacs vonalatod, amire leborulhatsz. Ha kötelesre akarsz, akkor meg kell valaki, aki biztosít. Szóval az, az két személyes program mindenképpen. Akkor kell társ. Résztél már banánt, ahogy barnul, olyan hangja lehet, mint ahogy nő a fű, ez nem igaz. És látunk, látunk rohadt banános horgász sapkát, zseniális van. Jaj, elfix, nem, nem szabad ilyeneket mondani. Inkább köteles, sajnos van egy aspektus, ami miatt nem pedig hanem esik a került is. Hát akkor ahhoz meg kell ugye társ. Szóval ahhoz, ahhoz mindenképpen kell valakit vinned magaddal, és akkor biztosítani egymást. Egy haverom is szokott mászni, a egy viszi az alkoholfogyasztást, az ő kézzel <laughs> Hát például nem tudom, a... amit én tudok, köteles mászást, vagyis hát ahol én voltam, az a mag 42, 42, 47, nem tudom már számokat, mindegy a magban voltam párszor kötelesen mászni, teljesen jó. Úgyhogy ja. Ö... Hát igen, amikor már annyit itt el, hogy kapaszkodni kell a földön fekvéshez, akkor az a mászás az, az megy. Úgyhogy a... Ja. <laughs> Úgyhogy ja, ezek így előforduló dolgok. Hú, hát teljesen meg vagyok fáradva amúgy. Én nem tudom, hogy ti hogy bírjátok ezeket a napokat. Hogy, hogy bírtok létezni? mert én jelenleg a létezésem van veszélyben így. Én még, én még nyaralok, tudjátok? Én még nyaralok. Mint Ennájáló Tep. Mindig nyaraló telepnek olvastam a nevét. Nehezen, ez az. Mi, mikor megyünk a magba? <gysz> Gyárba kellemes húszokon az jól hangzik. Itt most 24 van állítva a légkondi, de be kellett volna csuknom a... Előbb, Így. Most már, most már ide fogja fújni inkább. Úgyhogy, ja. De levegő kevés. 12 óra, mert a 4 óra elsőm vagyok túl, most már nincs alvás esti. Az ilyen. Koffein és nikortin. Nikortin. Az, az kicsoda a nikortin. Sehogy most kaptam levonást kollégám miatt, szóval lehet, hogy sírni az zuhany Nekem meg az előszobában rakták fel a fürdőszobatükrömet. Bértem, hogy magam nagyon a között. Marina Aircraft Group 42. Nem, akkor 47 lesz az. Akkor 47 lesz az. Úgyhogy nem a magva szoktam járni, úgyhogy ja. Érezt a két hét szabin vagy. Na jó van, nem? Szabi. Mindenki oda van a szabolcsért, jedetlen. Hihetetlen, hogy ennyire oda vagytok a szabolcsért. Mindegyik. De ki az a szabolcs? Hát ez az. Hát ez az. De népszerű, az biztos. És elég elfoglaltnak hangzik. Legtöbb alkalommal. Na mindegy, úgyhogy, úgyhogy már nagyon kisimult vagyok. Gondolom látszik rajta. Le kell vágnom a körmömet, mert ez zavar. Muszáj. Sokkal jobb. Helyreállt a világ rendje, srácok. Helyreállt a világ rendje, úgyhogy most már minden rendben van. Mutassát be neked, Szabit? Az igen. Úristen, oh, mi barna akarom amúgy, nagyon durva. Nagyon durva, milyen barna akarom. A, a fejem az vörös. Nekem nincs érettségi Hello Vita srácot. Érettségi. <laughs> attól nem lesz elérett, hogy érettségizel. Ha. Ah. Sötétedék már odakin. Amúgy fut, mi még itt vagy? Még itt vagy? Azon gondolkodom, hogy tényleg ki kéne főzni a cipőmet? Mármint is that a real thing? Mert még mindig kicsirám a cipőm. És, és fáj. <laughs> és fáj. Tényleg főzzem ki a cipőmet forró vízbe. Így rendesen. Így öt perc. A vége. Felveszem a lábamra. És ennyi. És várom, hogy száradjon. És ettől jó lesz? Ett, ettől most tényleg jó lesz? ez nagyon parel hangzik. Mátó cipőleves. Soha <sorítanak> borsot ne hagyd ki. Tágul az anyád. Mi? <sorítanak> Hogy pardon? <sorítanak> Jaja. De ez így akkor full valid, ugye? <sorítanak> Nem tudom, kicsit olyan... Jó, köszönöm, köszönöm. Kicsit olyan, olyan bizarr dolog. Mi van ma a twitch -sel? Eltűnt a chat is. Meghalt a bot, vagy nem tudom. A streamlabs szar, akkor... eltűnt a... Egyszer csak eltűnt a chat. Nem értem. Cipőanyagától... Bőr. Főleg, meg gumi. Cipőfőzés, igen. hogy szerzel valakit, akinek nagyobb a lába, mint neked, hogy egy pár órát, és meghal benne, inkább nem megnyúli. Úgyhogy. Cipő leves fog. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, ez nagyon furcsán hangzik, ez, hogy kifőzni. Én nem szeretem harágos, akkor ne egy és Szóval nem tudom, elég furán hangzik ez a cipő kifőzés amúgy. Kőleves, igen. Mi fog a kifőzött annó a vízi cipőmmel nekem is ez volt. Nagyon furcsa, nagyon-nagyon. Bauxit leves után szabadon cipőleves. Hát nagyon úgy tűnik, de muszáj. Akkor működni fog, kb. 5 percig kes, utána legyen a lábadon pár percig. Aha. Ma is lesz live? Hát nem tudom. <laughs> Szerintem ez is az, de nem vagyok benne biztos most már. Most már nem vagyok benne biztos, megmondom őszintén. Úgyhogy... Nem tudom, srácok, ez nagyon furcsa ez a kifőzött cipő. Kifőzött cipő esete a bauxit főzelék, hát. There is a house in They the rising sun And it's been a ruin of a many a poor boy oh God, I know I'm one Szerintem ez, ez, egy előre felvett epizód egyébként, amit most adnak le. Én még nyaralok, bocs is nem akartam elmondani, úgyhogy. Melegcipőt minden lábra. What? Oh, what? Ez nagyon fura, cipőtápleve szól. szó. Az, hogy a, a mászó cipőmet ki kell főzni. Cipőfőző stream, nem, nem viszem ki a konyhába a kamerát. Szóval a mászó ki kell főzni. Azért, hogy jobban passzoljon a lábamra. Kicsit. Úgyhogy. Figyel. Nem gondolkodtál még azon, hogy éneklésről foglalkoznám? Én csak nektek énekelek, ez ilyen magánkoncert. It's me before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby you the best I got my summertime, summertime sadness summer time, summertime, summertime sadness, so Oh, oh, oh. Kérdezek valamit, amit nem tudsz megjósolni videóban, mondd el, mi van rajta? Semmi. Nyilván semmi. Oh, oh, oh. Megtisztel érezzük a magánkoncertek, mint ennyi. Látod? Látod? <híris> Will you still love me when I've got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I will that you will Will you still love me when I'm no longer beautiful? <coughs> I Yeah. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. A tükör elvitt. Vannak dolgok, amikről inkább ne beszéljünk, jó? Jelenleg Ugyanilyen ilyen kényes téma a tükör is. Úgyhogy jelenleg pont ilyen kényes téma. Sziasztok, heló, Azon gondolkodtam, hogy visszarakom a hajválasztékomat ide oldalra egyébként. Mm. Ha már a Párizsban lévő lana koncerten nem lehetsz. Pedig jó kis lana koncert. Nem tudom, biztos faszalász egyébként. Még, ő még koncertezik? Visszatért? Oh. Amúgy nem tudom nem, nem túl jól énekelek, de bírok pár lana számot. Videogames az, az, volt azt hiszem, amit ami videogame. aminek néztem egy csomó ideig a szövegét, de mai napig nem tudom, de az nagyon az nagyon nehéz. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name, open up a beer and just say, Over here and play a video game. <laughs> it's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Ez Jerik. Lana a depresszió eszenciája, amúgy tényleg. De ki az a Lana? Hát Lana Del Rey. Szóval van a Nagy Gatsby című film, és abban, amikor dobálja a pólókat a izére, a csajra, a DiCaprio, akkor, akkor megy a... megy a... Will you still love me when I've got nothing? But my aching soul, I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? I've seen the world, down it all, and my cake now. I am one brilliant nem tudom hogy van to bab <laughs> mm. Oh dear god when i go to heaven let me be my nem tudom mi give me hangbaracik kusojak vagy mi show me why Kiss me uh, before you go Van nehezebb a Lana Del Rey számoknál, és azok a Billie Eilish számok, elárulom neked, hogy azok sokkal nehezebbek. Sokkal nehezebbek I just kind wish you were gay. Bad girl. Nem tudom. Nem, nagyon tudok Billie Eilish számokat. Azért a Bury a tudom, azt sokat szoktam hallgatni, meg a Wish You Were Gate, meg a All the Good Girls Go to Hell. Is all the good girls go to hell? Cause even got a cell as enemies and once the water starts to rise. Da -da, 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 -da. She wants the devil on the team My Lucifer is lonely My God is gonna own me <laughs> That's the one you want. <laughs> it's in California My time to ignore ya Don't say i didn't want you 'cause all the good girls go to hell <laughs> and i don't know if ooh, as much as the girls back to the voodoo I i'm gonna do now i'm not the one so far away and i feel the snake bite under my veins <laughs> <laughs> az, az, az a a voodoo. Úgyhogy, yeah. Még mindig nincsen meg a szemöldök piercingem. Megint berajzoljuk a szemöldök piercingemet? Anyám rohamot kapna. Stream után megyek haza anyámhoz, mert a fel kell köszönteni ugye a szülénapja miatt. Szerintetek mennyire kapna rohamot, hogyha... Basszus. Róek, megyünk szemöldök piercinget csináltatni? Nem megyünk el este megcsináltatni a szemöldök piercingemet. Hogy micsoda? Nem csináltatunk nekem ma egy szemöldök piercinget. Nem te lövöd ki. Csak elmegyünk megcsináltatni a szemöldök piercingemet. És így nézed, hogy biztos, hogy minden rendben legyen. Jó? És akkor ide, ide, így. Kb. ide kell. Róknak is kell. Nyilván Róknak is csináltatunk valamit, de ezt még nem tudja. Valószínűleg Róknak intim piercinget egyébként. Mert miért ne? Jó! hawaii ing! Hávái inget is veszünk, nekem nadrág kéne, mert Mert kell nadrág. Mert elfogytak a nadrágjaim. Túl sokat kell mosni. Túl kevés a nadrágom. Képzeljétek el, elkezdtem pokémongózni! És olyan pokémonokat fogtam Horvátországban, amit még nem is láttam itthon. Durva dolgok ezek. Várjátok, van itt egy pokémon. Egy Osa volt. Nem, nem ismerem. Miért fogsz meghalni? Én is meg fogok halni ma. Leégtem és fáj. Bigló megfertőzött, nem! De ha meglátnál, hogy milyen! Mennyi pokémon volt a rájatok, csináltam róla a amúgy hogy biglólnak csak nem küldtem el. De hogy! Hogy, hogy, így, 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 ó, várjatok. Ja, nálam megy a klíma. Így ilyen kurva sok Pokémon volt ott egy helyen, ahol volt a szállás. <laughs> Jaj, Roak, nem láttad az Instagram sztorimat, hogy ne menjetek ki. Pokémon Go még létezik, tök durva, ha. Ilyen nagyon hirtelen ötlettől vezérelve töltöttem le a Pokémon Go-t, úgyhogy... Ja, anyuinknál is van klíma, amúgy ez a szerencse. Kb. nem is mennék át hozzájuk. When the water starts to rise. Pedig akkor láthattad volna, hogy milyen szépen le vagyok égve. Úgyhogy.

I never let you go five words you'll never say Aw Laugh along like nothing's wrong for day has never felt so long If three's a crown and two was thus one slipped away I just wanna make you feel okay But all you do is look They are The way. Aww. imádom ezt a számot. Wish you were gay. I just kind of wish you were gay. Énekeltétek már ezt így őszintén valakinek, hogy? hogy I just kind of wish you were gay. Már itt gondoltátok már valaha valakiről ezt őszintén, hogy? Bár csak meleg lenne inkább. Ez nagyon furcsa, de nem? Ja, vágom Bali, az ilyeneket. Persze a Crash-on Ennyi. Ennyi. Új, én most azért néztem, YouTube feldobta, hogy ilyen száz hely Európában, ahova érdemes elmenni. <coughs> A, Z, a legelső, az Mancend Misa. Akkora értelmezés? nem, nem, nem akkora értelmezését, tudom, hogy meleg. Mármint ugye ez a szám igazából arról szól, hogy ö, hogy mivel neki ő nem tetszik neki, ezért inkább legyen meleg, mint sem, hogy, hogy mással lássa. Jó, Csávó, aki egy kosár telefontokat az utcára, hogy Maps dugót írjon. Igen, az nagyon jó a dugós! A, a dugó az nagyon menő. Na, várjátok. Amúgy tudjátok, mi az a Monsant már, Ma is Mert megmutatom nektek. Megmutatom nektek Monsant Michelt. Annyira szép az a hely. Uff. Uff. Just kind of wish a off, were gay. Ez Franciaországban I van egyébként. Mmm, ez a hely. Truly magical, Mindenképpen el akarok ide egyszer menni. Paris, hát, fú, és amikor feltellik a dagálykor vízzel az egész. Úristen, ez CGI? Nem, ez nem CGI, ez Madison Saint Michel.

Van egy izé, van egy híd. Másik, híd. akkor elkészülök. Ja, már mint hova, mikor? Jól. Ja, nem, már Monsant Michel-re. Most anyuékhoz megyek, majd utána beszélünk közben. Annyira gyönyörű ez a hely. Franciaországban van Monsant Michel. Fel kell köszöntenem a hugimat, mert tegnap lett 15 éves. I just kinda wish you were here. Maybe I don't feel so good. Six words you never understood. Azt akartam. Ez ilyen out of this world, hely. Nem ismerted amúgy, Erikson? Hogy lehet oda átmenni? Nem ismerted? De! Akkor hogy lenne már CGI? Ne, nem lehet, én vizéből akartam, van ilyen légi felvétel róla, ha jól tudom. De úgy látszik, hogy ez most nem látszódik. Mert olyan szép. kell ez Monaco és környékét járjuk be. Azt a de jól hangzik. Meg. Igen, azt tudom, hogy van ingyenes út, meg egy négy kilométeres séta, aztán vagy nyolc, valahogy így. Itt el is mondják a videóban egyébként. Na nézzük, melyikek a legnagyobb píkek itt. Visit the most oh. famous place in all of Ireland, the cliffs. Of it. Now located on Ireland's west coast, about a three hour's drive from Dublin, the cliffs stretch over fourteen kilometers, with the highest reaching two hundred <laughs> meters the Igen, egyszerűen megnézném, de mint maga a program Nem tudom, hasonlít Big sur hez cliffs, Big Sur jobban tetszett de ez is gyönyörű mm -hmm. Nagyon szép De ide már mindenképpen úgy kéne menni, hogy vinni uh, drónt de Now located about a six-hour drive from Oslo, Gayang Fjord is Ooh, one of Norway's most beautiful destinations. Safe. Now the main reason I wanted to go to Gay Fjord is to visit and i'm going to explore more <gasps> of the Geneva, I recommend checking out the vineyards that are wow. on the lake. One of my favorite places is near this village called Epis. It's full of terraces. Yeah, the view of the massive lake, riz, I, mean, I felt like tenge. in Switzerland. I felt like I was in France or Italy. The north shore of Lake Geneva is called the Swiss Riviera, and oh, I totally understand why. why. But afterwards, we're going to head over to nearby France to oh, visit no. the French <laughs> Alps. Now this is easily one of my favorite regions in all of France. It's home hozzá. to the Ez amúgy message. mind it's Európa, tök jó. Corfu. Corfu-ra is el akarok egyszer menni. And I think the area is one of the most beautiful places in Albania. Mindenhol, itt síl. Sosem síltem, szóval. After Albania, where the hell? Oh, yes. Hogy? Hogy létezhetnek ilyen gyönyörű helyek ezen a kurva szarvinákon? <laughs> I can going to how such Greece to visit the nearby island of Corfu Now, located in the northwestern part of Greece, Corfu is one of the greenest Greek islands in Kis? my opinion It reminds me a lot of the scenery of the nearby island of Tintos With its white water words, we're gonna head to central the historic town of Toledo okay, right <laughs> in the middle of the country Toledo is a stunning ancient city perfectly placed on a hill. De Ronda it's Ronda. Nem Ronda. A Another one of my favorite cities in Spain is Ronda, and it's home to one of the most scenic bridges I've ever seen. Granada. Ponte Nuevo. It was It built. Ez on... meg még itt. Corsica, Sardinia, Amalfi, Verena. Nem tudom ezek. Nyilván tök király, de ezek mind ilyen természeti látványosság. A jó Majorkára is elmennék egyébként. Az emberek teszik az, de nem nem, a világ maga rossz. Mert enni kell, hogy életben marad. Nem, vannak, vannak ilyen elrontott dolgai az életnek tudod. A rosszul működő mechanika, szara mechanikája egy kicsit az életnek. Wow. Úristen, ez nagyon hangulatos lehet, hogy itt belebágsz a kis izék alá. Sziklák alá. uff. It literally has everything from sandy beaches to prime cliff jumping spots. When I was there, I did one of my biggest cliff jumps ever and jumped off a massive. Oh, so It was terrifying. But. Meg Another cool thing I did is me and my brother found this underwater cave. meg menő. On the other side of Mallorca, you can visit the famous road to Calobra. If you love driving, you'll definitely enjoy this place. Ooh, this It is a serpentine. Beach, so ...wind down the mountain. Now you can take the road to the bottom and you'll visit this place called Torrent de Paris. It's this awesome beach between these two cliffs. I mean, it's hard to... Aixie? Damn. ...really blew me away up there. It totally reminded me of an evil villain's lair. One thing that I thought was interesting Minden is the ...the world... And Biztos, hogy odaállnék, hogy én most akkor jól leugrom onnan. De az, hogy megmerném tenni, az már egy tök más kérdés. Tök más kérdés, hogy megmerném tenni. A kedvenc játékom? Nem tudom. Nem tudom megmondani. Nem tudom, hogy benne van-e szerintem végtelen helyet lehetne belerakni. Az az igazság, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon sok hely ki is marad belőle. Az emberek a rosszak, nem a világ, mi magunk teszünk tönkre a világ szépségeik kapcsiságból, hatalomból, vágyból. De hát ez pont azért, mert a világ úgy működik, hogy szükségleteink vannak, és, és a szükségletek miatt alakult ki az, hogy az emberek így viselkednek, és igazából mi is a világ része vagyunk, nem vonhatjátok el az embereket a világtól úgyhogy nem tudom a világ szar. mert mi is a részei vagyunk Kenji köszi a csírt nem akartam a videót ú uh, de azt az mindenképpen a Michelle-t meg akartam mutatni mert az, az valami túlvilági szerintem, az valami túlvilági teljes mértékben az ilyen feldolgozhatatlanul gyönyörű. Nem is értem. Na, nem, nem. Tényleg nem értem, hogy, hogy miért rossz helyre születtük. <laughs> Jó helyre is lehetett volna. Együtt élni és nem tönkretenni. Tanát vagy más is lelökni. Uff. Ö... Elfix, elfix nem megyünk oda. Ugrani. Vízbe! belelök. This is Sparta! És így, yeet! Valahogy így történne, hogyha elfixál. <laughs> elfixál lenne így a dolog, így, a Neketeket nem menni Franciába ezután a videó után? Nem szeretem Franciaországot, és hát Párizs nekem annyira nem jött be meg semmi, de Mont-Saint-Michel látni akarom. Az az igazság, hogy azt látni akarom. Gyönyörű az a hely. Meséljek róla? Ne! Légy szíves, ne fájdítsd a szívemet. Azon gondolkodtam, hogy kéne valamit legózni. Milyen legókészletek vannak most? Ami menő. A zongora legót még lehet kapni? Azt, az tök szívesen kiraknám. Nem, nem kéne rakni, mire észbe kapsz, mert csobbanok. <laughs> Kit kell ledobni? Nem engem, eskü ha még kapható a legózónkora. Szép helyen élek, közel az erdő, a természet, néha már túl közel. De ha részei vagyunk, akkor mivel magyarázott, hogy az ember az egyetlen faj, aki tudatosan pusztítja a természetet, és acél meg betonkockákba zárja magát. Hát azzal, hogy ez a saját mechanizmusa az embernek. De attól még a részesei vagyunk, hogy tönkre tesszük. A túlzott intelligencia, tudod. Erkel legó, Lego. Uú, de menő. Mondjuk az írógép is rohadtul tetszik. Az írógép, a Z, küldtem egyet. Micsodát. Isten. Jézusom. <laughs> Júj, ezt láttam, ez <laughs> góra jó. Oké. Okay. De önként, mint Frodo Gollamot, a gyűrűvel a vulkánba. Köszi! Rád lehet számítani rólunk. Maybe I don't feel so good. Six words you never understood. Na mindegy, a legó A zongora tök menő. Baget hangok. <laughs> Szomorú baget hangok, oké, okay, ezt tetszik. Szed baget noises. Milyen hangot ad ki egy baget? Szerintem nem nagyon adnak ki hangokat a bagettek. <laughs> Mármint vicces lenne, ha igen. Fú, sát. Azt mondjátok, hogy meleg van ott Annak is néz ki. Be kellett kapcsolnom a légkondit is, hogy ne süljek meg itt a reggeli stream közben. Az arcom úgy le van égve, valamit vennem kell rá. Azt hiszem hazafelé bemegyek a DM-be valami kencét venni az arcomra. <laughs> ne baguettelizeld <laughs> Ropog! Már itt ér ropogok? Az, 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 könnyen lehet. Szia, Alfa! Ráharapsz, már kis ropog, a kenyér. A baguett? Hát én is ropogok, olyan ropogósra sültem. Elárulom. Remélem, hogy valami finomat főzöm, hogy rohadt meleg van kint. Nálad még rá ez a sok beton is. Nyomdokat. Akkor itt az ideje venni egy szupot, és két stream között inkább szupozni. Így. Az ilyen, Zseri. Milyen jó szívem van, ugye? <laughs> tű, tű, tű. <laughs> Itt milyen jó szívem van, nézd! Eredeti! De ez nagyon durva, itt nem annyira durva, itt brutálisan durva. Másik oldal is ilyen, hogy ez. Ja, igen, ilyen a csirke, ha nyers. Itt már egy kicsit ö, kezd pirulni, barnulni. És hogyha ilyen, akkor már kiveheted a sütőből. Egy szupat. Csak mondom, víz felett is meleg van. Én inkább veszek egy nagyobb lavort, feltöltöm vízzel, az pad elvedence. Maradok a Hydrofor én is. Amit mutattam? ha megértem egyébként. Szerintem nekem is az lesz, csak az, aminek van ö, beülős része, mert mint ilyen felcsatolható ülős része, meg ö, két evezős vagy lapátja, két lapátos evezője. Jó sikerült leégni, anya. Nagyon sikerült leégnem, úgyhogy ügyes vagyok. Nagyon ügyes vagyok. Javaslom vigyázz a nappal, mert nagyon bánthat. Mm, megtörtént. Megtörtént, úgyhogy. Ah, megértem, megértem. Na mindegy, úgyhogy ja, már leégtem a szarba. Annyi baj legyen. Né! Ennél sokkal durvább leszek a nyár végére. Elárulom nektek, hogy nyár végére nem se fogtok ismerni. Na jó, srácok, megyek. Megyek, itt hagylak titeket, és találkozunk délután. Addig mindenki legyen. Valamilyen. <laughs> délután találkozunk. Sziasztok!